Közel 30-an gyülekeztek szombaton reggel a 14 emeletes ház bejáratánál. A már szokásos lépcsőfutó bajnokságra készültek. Felméritek azt, hogy milyen felkészültek vagytok, és én úgy gondolom, hogy azt is fel tudjátok mérni, hogy a kapott eszközöket, amit az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság pályázatain el tudtatok nyerni, ezeket ki tudjátok próbálni, meg tudjátok nézni, hogy egy-egy éles bevetésnél majd hogy fognak működni ezek az életvédelmi felszerelések. Először egy kalapáccsal kellett másfél méterrel arrébb tolniuk egy fém állványt, aztán az épületben két tömlővel a negyedikre felfutniuk, és a neheze, a magasság leküzdése a nagy súllyal még csak ezután jött. Légzőkészülékben és anélkül is teljesíteni lehetett az erőpróbát. Fehér Ádám az előbbi mellett döntött. Egy versenyző sosem mondja azt, hogy teljesen jó formában van, még mehetett volna jobban, majd talán jövőre ennél is jobban fog menni. Feladatilag talán a lépcsőzés része volt tényleg a legmegterhelőbb, köztes lévő feladatok azok úgy azért elég jól mentek. A negyediken egy alakzatot kellett kirakni egy kép alapján, feljebb osztót és csatlakozót kellett összeszerelni. A tizedik emeleten tömlő feltekerés és annak bedobozolása volt a feladat. Célja a tűzoltóknak a fizikai állóképességének a növelése. Itt a tűzoltóságon nagy szerepet kap az, hogy a tűzoltók minden alkalommal fel legyenek készülve arra, hogyha akár egy 14 emeletes lépcsőházba kell nekik felmenni, és ott akár tüzet oltani, akkor megfelelő állóképességgel rendelkezzenek ehhez. Ez a verseny is ehhez hozzájárul. Hivatásos és önkéntes tűzoltók egyaránt jelentkeztek a házigazda Vas megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság által szervezett versenyre.